Na, Csácsomi csöltészt a csokoládé és traktorkerék, úristen, mi volt ez a köszönés, hogy ua, Csácsomi. Na, iszok egy kis sört, és marha régen volt fészkemes videó, gondoltam, hozok nektek egyet, viszont egy olyan játékkal, amiben biztos, hogy így fogok nézni egész végig, hogy... Igen, igen, így valahogyan. Iszok egy kis sört, ja, egyébként ez egy Quake 3 Arena, egy ilyen nagyon-nagyon über FPS játék, szerintem a leginkább legdurvább, legjobban balanszolt, legszuperebb FPS játék, ami így multiplayerbe született így a világba. Nagyon-nagyon sokáig, talán még mindig e-sport játéknak számító dolog, és marha híres. És Mark Keeper marhára szereti, úgyhogy csapatunk bele egyet, és megmutatom, hogy milyen. És ez a videó egyben egy ilyen felhívás is akar lenni, hogyha van kedve valakinek játszani velem, például olyan embereknek, akikkel már játszottam multiplayer játékot, például Gangster, Zsolt, Szilárd Nikli és Banános Joe, ha van kedvetek, akkor gyertek, csapassunk egyet. Így négy többen, egyébként nem csak kettel lehet, hanem többen is, ugye bármennyien gyakorlatilag. Na! Igen, oké, jó van, elvileg nem tudom, mi volt ez a képeltűnéses dolog, remélem, hogy azért működnek itt a dolgok. Single player-be fogok játszani, ugye, és akkor megmutatom, hogy miről szól. Ugye itt nehézségi fokozatot lehetne választani, választom a középsőt, ami még nem annyira csites, tehát úgy értem, nem csites, hogy nem csites az ellenfél, mert amúgy meg igen. Nightmare állított csitel már, mint az atom, meg mindenféle szar van, ugye ott már nagyobb az API-ja, meg minden. De is sokat dumálok, úgyhogy nyomjunk egy fightot, azt megmutatom, hogy milyen ez a játék. Yeah. Ajaj, ez itt van. Utána megyünk, baszok rá. Jaj, meghalt a híres cár. Izgalomba vagyok. Ez a gyerek, egyébként ez a gyerekek, ez a játék, ez egy energiabomba. De ez is energiabomba. Nem tudom, egyébként szerintem otthon... Sötétebb a kép, mint nálam, nem tudom miért. Hopp. Hol megy a cigány? Hol jön a cigány? Ugye izével... rakétavetővel marha nehéz bánni, mármint olyan színpadból. Hogy ugye mindig elő kell lőnie valamennyire az ellenfélnek. Mert, hogyha nem lősz elé, ugye akkor nem oda megy a lőszer. Fejbe küldtük gyerekek rakétavetővel, kurva jó volt. Ez meg egy Dusty Salaf fegyverrel volt. És itt van benn. Mondultam. Ez ilyen kurva jó ez a játék egyébként. Hopp, itt van a csávó. 5-0-ra vezetünk. Egyébként mindenki szedje le nyugodtan, összes torrentem fönn van. Hogyha úgy gondolja, hogy... Ez a nehézségi fokozat, amin játszok, ez olyan marha könnyű. Nem könnyű. Nem, ez egy nem könnyű nehézségi fokozat. Itt már ott kell lenni a lövészetbe. Imádom egyébként, nagyon szerettem. Nagyon sokat multiplayereztem ezzel, nagyon sokat singleplayereztem is vele. Mert ez még, ugye itt még a botok ellen is tök jó. Tök jó, hogy játszani. Trif! Ugye 7 darab frag van vissza. Jó, ugye 10-es róla állítva a meccs. Ez elment? Azt akartam mondani, hogy igen, rakétavetővel ugye elő kell lőni. Azt akkor fraggó lesz fraggó tábornak. Egy HP van, nem szabad utána menni, gyerekek.
Ne viccelj, remélem elég hangos a játék is, meg így a dumám is, meg minden. Nem tesztőtem. Meg akartam gátolni, hogy felvegye a rakétavetőt, erre buzi gyerek kinyírt mind a szart. Na, nézzünk egy kis másik fajta hadviselést is akkor már. Yep. You win! Oh yeah! Fasza volt gyerekek, ígyunk egy kis sört, célolvizet, aztán adjuk neki. Következő pálya, Phobos ellen fog zajlani, hát ezt nem nagyon szeretem, kemény mint a baka fasza. Csúnyán beszélek, elnézést, 18-as karika lesz. Phobos. Nem tudom mennyire hangos, különben baromi jók a hangok. Bum 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 bum. Phobos! Majdnem megölt minket a Phobos. Nem főbossz, Phobos. Leugrott a vízbe szerintem a hülye. Hallani lehetett, ugye? Most ment be, vagy kijött onnan, figyeljétek! Fasza volt. És ezen a mapon van egy ilyen buff, mint az előbb vettünk fel, és ez gyorsabban fúz, gyorsabban lőtsz, ilyen buffot ad gyakorlatilag. Mint a buffok szoktak altól alba, mi? Majd ugye megmutatom, nem jön Phobos valahol. Meg itt bement oda, vagy mi volt ez? Aj, ott nagyon. Mint látjátok, így lő, ilyenkor. És nagyon jók a botok ebben a játékban, mert azon kívül, hogy marha ügyesek, nem csitelnek, ugye. Hogyha éppen nem lát rád, vagy nem tudja, hogy hol vagy, akkor nem kezd el lőni, nem tudja, hogy hol vagy a pályán, anélkül, hogy ugye látna. És teljesen nagyon jól meg van csinálva az egész. És próbáljátok ki Nightmare-en nyugodtan, hogyha akarjátok a kihívást, vagy szeretitek a kihívást, iszonyatosan nehéz. Elhúzta a fejét. Az fontos nagyon, hogyha botok ellen küzdetek, hogy, vagy mindenki ellen küzdetek, a rakétavetővel van, akkor ne csak egy oldalra mozogjatok, mert ugye tudnak akkor elétek lőni. Ami nem túl szerencsés. Ez valami visszhang volt. Nem visszhang, hanem visszhang. Ja, meg rakétavetővel van az ellenfél, akkor arra is figyelj, hogy ne a fal mellett próbálj sugnyasztani. Ugye melléd lősz, megdög lesz. Megint ott van, hülye. Nyílik az ajtó, lövünk gyerekek. Ez nem úgy van, bazd meg. Vitt a izét közben, plazmagánt pacsájába. Na most vette fel a izét. Hú, de szép volt! Imádtam. Nehogy már meg... Ja, most én vettem fel. Mindjárt megcsapjuk. És 3 frag van vissza. Én akartam menni, barátom.
Fölkent a falra, mi? Az első fregje volt a csávónak. És két freg is vége. Mondom, egy freg is vége. Hoppa! Buff most aktiválódott itt fölötte, mindjárt felveszi VR-t. Most fel is vette. Jó. Ez kemény lesz így. Kifejezetten használta ki. El kéne kapni. A búráját, a búráját, a búráját. Itt ki fog jönni biztos. És majdnem rástam a HP-re, legalább arra estem volna. Láttalak, köcsög? Fölkelt a forra, nincs HP-je. Neee! Felvettük ezt a szarfegyót! Gyerekek, 9-4, hülyék vagyunk. Ennyi HP-je volt, halljátok? Vagy kettő? Jó voltunk, nyomunk még egy pályát. A következő pályaszívás lesz, mivel már kettő darab ellenfél ellen fogunk küzdeni, és hogyha egymástól ég, és ő nekik van több pontjuk, akkor ők fognak nyerni. Csapjuk bele lecsóba természetesen. Na. Jó lett volna kapásból egy kis frag. Így megvan. A másik búzi kinyírt. Fuck yeah. Jó volt, jó volt. Kurva jó volt. Pont a szem belém fordult. Akkor marhára kell figyelni itt ugye két ellenféllel. Majdnem megbaszott. Az a baj, hogy vesztésre állok. Mert ugye egymást is ölik például, nem csak engem. Hát ez szar volt, amit csináltam most. Nagyon elpicsáznak, nagyon elpicsáznak gyerekek. Buziság volt. Se fegyverem, se semmi. Ez, loptam a fregét, mi?
Nem vagyok boldog. Gyere köcsök. Most egész jól felhoztam. Hat ötre mennek, nagyon izgulok gyerekek. Húzi felvette a HP-t. Közvetlen mellőlem felvette a HP-t. Köcsög. Kilenc hétre mennek gyerekek. Hogy felugrott, amikor lőttem a szarházi, mi? Tíz nyolc. Itt bosszották fölöttem magukat, egymást. Ilyen picsa. Befogult fegyverre, kinyírtuk a köcsögöt. Gyerekek. 10-11. Áááá, ne! Ez ekkor buziság, amikor izé rád rakja, azt megöl. Fasztugrász, köcsög! Tizenhárom. Tizennégy-tizenhárom. Egy frag dönt, gyerekek. Szeribancot nem találom el. Szerűen. Kinyírták egymást a végén, és az nyerte hülye orb. Na jó van gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet. Iszonyatosan durva ez a játék, nagyon szeretem. Remélem tetszett a videó. Meghozta kedvet egyébként nektek.
Király. Na, jók legyetek. Csácsom, mint hogy csőtészta. Beszélni nem tudok.